Bence János és Dózs Dávid a mezőgazdasági bizottságnak tagjai, és hála Istennek most két olyan személy van a mezőgazdasági bizottságban ezen két frakció részéről, akik értenek is a mezőgazdasághoz. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Dózs Dávid képviselőnek, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Azt mondhatnám, hogy itt a mezőgazdászok és nem mezőgazdászok közötti egyetértés után, a pártok közötti konszenzus után, azután miután az Agrárminisztérium felismerte a téma fontosságát és megkongatta a vészharangokat, azután miután Font Sándor képviselő úr, a mezőgazdasági bizottság elnöke magas szakmai anyagot terjesztett itt a parlament elé, vagy azután miután Rétvári Bence államtitkár úr diszkréten egyeztetett Arató Gergely képviselőtársammal, majd hál' Istennek valamiben végre ebben egyet tudtak érteni. Én már csak azt mondhatnám, hogy egy kávét kérek, ám ennyire azért nem felhőtlen a dolog, hiszen egy kicsikét vissza kéne kanyarodnunk az időbe, megvizsgálni azt, hogy hogyan is jutottunk el idáig. Örömmel hallottam, hogy pártoktól függetlenül mindenki nagyon fontosnak tartotta hazánk vízgazdálkodását. Ám bátor megjegyezném, hogy a kutak mellett a vízgazdálkodás egyébről is szól, például olyan évtizedes vagy évszázados elmaradásokról, amelyeknek köszönhetően a tavalyi évben láthattuk, hogy egy aszály milyen károkat okozhat akár a magyar mezőgazdaságnak, akár a magyar embereknek és a magyar háztartásoknak. Én azt gondolom, hogy nem lehet egy kormány se számon kérni évszázados mulasztásokért, ám bátor azt is megjegyezném, hogy a Fidesz kormánynak és a baloldali kormányoknak is lett volna lehetősége épp elég arra vonatkozóan, hogy ezeket a problémákat orvosolják, megoldják és kiküszöböljék, illetve Bence János képviselőtársam nagyon helyesen megemlítette itt azt az elmaradt projektet, amit Duna-Tisza csatornaként szoktunk emlegetni, és hát én bátorkodtam ennek kapcsán, illetve magának a Tiszán elhelyezkedő vízlépcsőnek, a Csongrád-Bokros közé már nagyon régóta megtervezett vízlépcsőnek a kapcsán az Agrárminisztériumnak, egy miniszter úrnak egy írásbeli kérdést feltenni, aki átpasszolta az ügyet a belügyminisztériumnak. Belügyminiszter úr pedig Rétvári Bence államtitkár urat hatalmazta fel azzal, hogy válaszoljon nekem. A választ, ami nagyon kimerítő volt ezúton is, köszönöm szépen. Bár nem a Fidesz kormányon szeretném valóban harmadik Károlynak az elmaradásait és mulasztásait számon kérni, azt gondolom, hogy államtitkár úr egyébként is a cinikus válaszoknak, én azt gondolom, hogy a fekete öves mestere. Megkaptam a választ, igazság szerint nem derült ki belőle, hogy Csongrád és Bokros közé mikor fogunk vízlépcsőt építeni, mármint hogy a magyar állam, illetve még két további kérdésemre sem derült ki, hiszen államtitkár úr volt szíves visszautalni az első, aztán a második válaszára, tehát nem igazán tudjuk, hogy azok a vizek, amik most korlátlanul el vannak engedve az országból, azok mikor lesznek megfogva, mikor tudjuk majd tompítani azt az aszály okozta kárt, amit a tavalyi évben nagyon sok mezőgazdasági termelő kénytelen volt átvészelni, hiszen mondhatnám, hogy országunk egy tejjel, mézzel, akarom mondani vízzel folyó kis kánoán lehetne, hiszen egy konkrétan évszázadok óta mezőgazdasági adottságokkal rendelkező és a mezőgazdasági adottságokat kihasználó ország vagyunk. Európa éléskamrája voltunk. Mára bizonyos hibás stratégiai irányok miatt inkább autóipari összeszerelő üzemmé váltunk a vas és acél országa után. Most pedig akkumulátorgyár nagyhatalommá szeretnék változtatni az országot. Én azt gondolom, hogy nem ez a helyes irány. Én azt gondolom, hogy nem ezeket az akkumulátorgyárakat kell majd itt vizekhez juttatni. Nem elég ugye, hogy Debrecenben most egy akkumulátorgyár épül, most egy második is bejelentkezett, és egy második akkumulátorgyárat is fognak ide építeni. Én azt gondolom, hogy vízhez inkább a magyar gazdálkodókat kell juttatni, főleg olyan inséges területeken, amelyek mondjuk két legnagyobb folyón között helyezkednek el, hiszen a Duna és a Tisza között elhelyezkedő országnyi, félországnyi, vagy lehetne úgy mondani, hogy kisebb európai országnyi területeket, melyek a Jászságtól a Homokhátságig terjednek, egészen egyszerűen nem sikerült vízhez juttatni az elmúlt évtizedekben. Ez azt eredményezte, hogy a Homokhátságon már is elsivatagosodási folyamatok indultak el, és én azt gondolom, hogy ha a Duna-Tisza csatorna, valamint az ehhez kapcsolódó csatornarendszerek nem lesznek helyreállítva, akkor ez a folyamat ez tovább fog romlani, és félő, hogy egyszer majd eljut arra a szintre, amikor már visszafordíthatatlanná válik. Egy hibás szemléletre is szeretném felhívni a figyelmet, hiszen egész egyszerűen az, hogy itt a törvényhozás előtt pontosan mit fogadunk el, és a törvényjavaslatok mit tartalmaznak, nagyon fontos, ám bár a szakmai végrehajtás is ugyanilyen fontos, éppen ezért egy példával szeretnék önök elé
jönni egészen Csongrád Csanád vármegyéből, ahol kiváló megyei önkormányzati képviselőnk, Lackó Zsolt megkereste azzal a megyei közgyűlést, miszerint azt a csatorna rendszert, amely található itt a délalföldi térségbe, azt nem csak a belvizek elvezetésére lehetne használni, hanem bizony fordított esetben akár a vízmegtartást is lehetne ezekkel elősegíteni, hiszen mind a téli csapadékvizet fel lehetne ezekbe fogni, mind pedig, amikor árhullám van valamelyik folyónkon, jelen esetben itt a Tiszán, akkor ezt az árhullámot kihasználva, ártéri víztározókba a vizet felfogva, ezeket a csatorna rendszereket lehetne megtölteni. Ez elkerülhetővé tenni azt, hogy az aszály, az még egyszer ilyen megpróbáltatást mérjen az országra. Hát sajnálatos módon a magyar vízügy a legtöbb helyen, még az évszázad aszályában is árvízvédelemre készül, így Csongrád Csanád megyében is az történt jelenleg is, idén is, hogy a téli vízeket egyszerűen kiszivattyúzták ezekből a csatorna rendszerekből, ahelyett, hogy még feltöltötték volna azokat. Így azt gondolom, hogy ez a hibás gondolkodás az ország kiszáradásához is vezethet. Illetve hát, ha már megemlítjük, hogy vízkészletvédelmi ország térkép készül, aminek én azt gondolom, hogy kiváltképp örülnünk kell, akkor talán ezen a térképen fel kéne tüntetni azt is, hogy melyek azok a területek, ahol óriási nagy probléma van a vízgazdálkodás terén. Ezt a jövőben meg kéne szüntetni, éppen ezért én azt javaslom a kormánynak, hogy kiemelt támogatásokat nyújtson ezekre a régiókra, hiszen azt gondolom, hogy volt épp elég olyan beruházás, amivel lehet, hogy a magyar emberek többsége nem értett volna egyet ebben az országban, abban viszont láthattuk, hogy konszenzus van, hogy a vízgazdálkodást azt helyre kell hozni. És hát ha már megemlítettem a vízgazdálkodást, akkor ugye a mi háztartás szinten leginkább tapasztalható az az, hogyha valaki a saját kútját szeretné használni. Az Agrárminisztérium miután megkongatta a harangot, én azt gondolom, hogy elindult egy helyes irány, bár hozzá szeretném tenni, hogy én azt gondolom, hogy a jelenleg előttünk fekvő törvényjavaslatnak talán egy kicsit mi is a részesei vagyunk, ezt nem én mondom, hanem dicséretképpen baloldali politikusok ismerték el, hiszen mi voltunk azok, akik egy esetleges kútsarc, egy kútadó ellen felemeltük a hangunkat, akik több tízezer aláírás gyűjtöttünk a téma és gyakorlatilag a kutak és a kutak birtokosainak az érdekében, valamint mi voltunk azok, akik a vidéket folyamatosan járva megpróbáltuk az embereket arra kérni, hogy támogassanak minket abba, hogy ezt a kútsarc elleni törvényjavaslatot, ezt sikerüljön végre olyan mederbe terelni, ami a legtöbb politikai pártnak, illetve a magyar kút tulajdonosoknak és embereknek a legnagyobb megelégedésére szolgál. Én azt gondolom, hogy bár lehetett volna akár még engedékenyebb is ez a törvényjavaslat, ismerjük el legalább azokat a részeit, amik valóban jók, hiszen kútamnesztia az valóban egy csodálatos dolog, főleg akkor, hogyha kútadó helyett lett bevezetve, ám bátorra, hogy fontképviselőtársam is említette, reméljük, hogy majd a következő népszámlálás után, amikor fel lesznek térképezve ezek a kutak, akkor ez nem fog újra napirendre kerülni, és reméljük, hogy akkor nem lesz ez a lerágott csont újra elővéve. Tehát a Mi Hazánk mozgalom egy olyan pártként, amely mindenképpen konstruktív ellenzéki szerepet tölt be a magyar parlamentben, ezt a törvényjavaslatot támogathatónak tartja, viszont nagyon jó lenne, hogyha még egy kicsikét ezen lehetne módosítani, így egy módosító javaslattal is fogunk élni. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen, képviselő úr!